Hello, sziasztok! Én Noémi vagyok, a gyermekjogokért dietetikusa, és ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogyan készítek én lekvárokat. Ezek a lekvárok általában hozzáadott cukormentesek, de minden esetben tartósítószer nélkül készülnek. Egy ilyen kis üveg, 200 g-os lekvár, 250 g gyümölcsöt tartalmaz. Ugye ez úgy jöhet ki, hogy a főzés közben valamennyi víz elpárolog. Amivel nincs is gond, hiszen a rost, az ásványanyag és a viszonylag kíméletes hőkezelésnek hála valamennyi vitamin is benne marad az üvegben. Tehát szeretném most megmutatni nektek, hogyan készítem a lekvárokat, mire figyelek oda lekvárkészítés előtt, a gyümölcs feldolgozásánál, valamint hogy hogyan lehet elérni azt, hogy tartósítószer és egy nagyobb mennyiségű cukor nélkül is bizony tartós és finom legyen egy év múlva is, amikor levesszük a kamraporcról. Akkor lássunk is hozzá. Az első és az egyik legfontosabb lépés a lekvárfőzés helyszínének tisztítása. Ez sose maradjon el. Általában valamilyen természetazonos fertőtlenítőszert használok, mint most is, 20%-os ecetes oldattal törlöm le a pultot, a tűzhelyet, de még a csempét is. Mivel az étkező asztalt használom a gyümölcsök előkészítésére, ezért ezt egy könnyen tisztítható viaszos vászonterítővel fedem. Ezt is ecettel fertőtlenítem, így most már az asztal is véde van, másnap pedig gyurmázhatnak majd rajta a gyerekek. Legyen szó bármilyen gyümölcsről, az alapos tisztítás nem maradhat el. Az almákat egyenként folyóvíz alatt alaposan megdörzsölve mosom. Tudtátok, hogy az almát és a körtét is hámozás nélkül bele lehet tenni a lekvárba? Egyfelől azért nem gond a héj, mert itt található a gyümölcsön belül a legnagyobb mennyiségben a pektin, amitől sűrű lesz a lekvár. Másfelől az a bizonyos elcsépelt mondás is igaznak bizonyul, miszerint a héjában van a vitamin, mert bizony itt koncentrálódik a legtöbb vitamin és antioxidáns, ugyanis a gyümölcsöt is ezek védik meg a környezeti hatásoktól. A következő lépés a darabolás és a válogatás. Nagyon figyelek rá, hogy csak az épp részek kerüljenek a fazékba, ugyanis a beteg részek ronthatnak a készlekvár tartóságán. Pontosan ezért még a héjon lévő sérüléseket is kivágom. Ez a hiper-szuper high-tech szerkezet sajnos nem távolítja el teljesen a magházat, így ahol megmarad, azt kénytelen vagyok kézzel kivágni, de azért még így is sokat javítottam az alma előkészítési időmön, amióta ezt a szerkentyűt használom. Az viszont nagyon fontos volt számomra, hogy rozsdamentes acélból készült, így könnyen tisztítható, sterilizálható. Ezután már mehet is a főzőlapra. Mindig alacsony fokozaton kezdem el főzni, és 1-2 deci vizet teszek hozzá az elején, így tuti biztos nem ég le az alma. Amikor már leveteresztett, magasabb fokozatra teszem. Főzésnél fontos, hogy sose teszem túl magas fokozatra, hogy ne érje el a 100 Celsius fokot, ugyanis itt már jelentős vitaminvesztességgel kell számolnom. A baktériumok, gombák és más mikróbák 72 Celsius fokon már meghalnak. Pontosan ez az a hőmérséklet, ahol a nagyobb üzemek pasztorizálják az élelmiszereket. Én makőmérővel ellenőrzöm, hogy tartósan ezen a hőmérsékleten legyen, de a biztonság kedvéért e fölött 85-90 Celsius fokon főzöm a lekvárt, de csak maximum 10 percig. E fölé már nem engedem, hogy minél több vízben oldódó vitamin maradjon a kész lekvárba. Ami biztos a lekvárban marad, az a gyümölcs ásványi anyag tartalma, az a rengeteg rost, valami mint a kiméletes hőkezelés túlélő vitaminok. Amíg fő a lekvár, előkészítem az üvegeket. Itt két dologra szoktam odafigyelni, az üveg tisztessága és mérete mellett a befőttes üveglapka állapotára. Nekem nagyon beváltak ezek a pici befőttes üvegek, ugyanis ez a mennyiség egészen biztos, hogy elfogy 1-2 étkezés alatt. Tartósítószer és cukor nélkül készült lekvárokra sajnos jellemző, hogy felbontás után pár napnál tovább még a hűtőben sem állnak el. A lapkák állapotán itt sok múlik. Én lekvár eltevésre mindig új, friss és ropogós lapkákat használok, mert csak így tudom garantálni a megfelelő vákum kialakulását és a tökéletes tisztaságot. Ha sérültek a lapkák, nem gond, ezeket elteszem és másra használom majd. Befőttes üvegekbe rengeteg dolgot lehet tárolni, újat venni pedig bármelyik háztartási gazdaboltban vagy hipermarketben lehet fillérekért.
De beszéljünk egy kicsit a sterilizálásról. Az értelmező kézi szótár ezen cikkejét most hanyagolnám. A lényeg, hogy minden galád élő lényt, ami elszaporodhat a lekvárba, és esetlegesen a befőttes üvegekben tanyázik, kinyírjuk. A két legbiztosabb mód a kifőzés és a sütőben sütés. Mindek kettő módszer előtt egy alapos, mosogatószeres mosás szükséges. Ez eltünteti a szennyeződéseket, oldja a zsírt, és a mikrobák jelentős része is elpusztul. Ezután alapos öblítés, és mehet is be a sütőbe, vagy a forró vízbe. Én személy szerint a sütőben sterilizálás híve vagyok, többek között azért is, mert írtó kemény nálunk a víz, és az üvegek mindig homályosak lettek forralás után. Ezért inkább 110 fokra állítom a sütőt, ezen a hőfokon minimum fél órát hagyom bent az üvegeket. Ezt össze szoktam hangolni a lekvár készre főzésével, mert még forrón kell a cuccost a még forró üvegekbe betölteni, így lesz biztosan csíramentes. És most jöhet a kémiai csoda, a citromsav hozzáadása. Ez hozzáadott cukormentes lekvárnál bármikor történhet. Ha valamiért mégiscsak teszek bele egy icipici cukrot, akkor mindenképpen ezelőtt adom hozzá a citromsavat. Mindezt azért, mert a savanyú pH-nak kettő áldásos szerepe is van. Az egyik az, hogy a pektin csak kellően savanyú pH értéknél tud a gyümölcsből kiválni, ezáltal sűrűbb lesz a lekvár. Ha előbb adom hozzá a cukrot, és utána a citromsavat, akkor kevesebb mennyiségű pektin vesz részt a sűrítésbe, ugyanis a cukor aktiválja a tetrakész pektineket. Ezt nem veszem figyelembe akkor, amikor külön adok még hozzá pektint, azt általában a cukorral együtt kell hozzáadni. A második szerepe pedig a tartósítás. Ugyanis a 4-es pH alatt a legtöbb mikróba nem érzi jól magát, nem szaporodik. 3,5 pH-nál lényegében életképtelenek. Tehát ha valami belekerülne a lekvárba, a hőközlés ellenére a savanyú pH biztosítja, hogy ne tudjon elszaporodni. Citromsav eléggé elterjedt természetes adalék, de helyette használható aszkorbinsav, friss citromlé, de én például nagyon szeretek kísérletezgetni savanykás növényekkel is, például a rebarbarás almalekvár fantasztikusan finom. Ha már kellően puha az alma, túrmixolom. A botmixer mindenképpen fémből készüljön, ugyanis csak az bírja a hőt, valamint ezt lehet kellően tisztítani, sterilizálni. Pürésítés után ellenőrzöm még a pH-t, hogyha kell, akkor teszek bele citromsavat. Ekkor már nagyon óvatosan bánok a hőmérséklettel, mert már 70-80 fokon is képes úgy fortyogni, mint egy kitörni készülő vulkán. Sajnos már megesett, hogy megégettem magam így, ti ne csináljátok. A fali csempese nagyon köszönte meg a forró, gyümölcsös, trutyis kényeztetést. Viszont az alma viszonylag magas savtartalmú gyümölcs, így ezzel a kevés kis citromsavval is elértem a 3,7 pH-t. Szuper! Ezután hozzáadom a fűszereket, és kész is a lekvár. Jöhet a betöltés. Azzal kezdem, hogy egy tiszta konyharuhát magas hőmérsékleten kivasalok. Bármennyire is utálok vasalni, ezt nem szoktam kihagyni, ugyanis ezzel fogok hozzányúlni a forró, steril üvegekhez. Merőkanalat is forró vízbe forralom jó pár percig, aztán ellenőrzöm a lekvár hőmérsékletét. Mindenképpen 72 fok felett kell lennie, amikor betöltöm. Pontosan ezért a tűzhelyet se zárom el még ilyenkor, hogy tartsa a hűt. Én mérlegen mérem, mennyi lekvár kerül bele az üvegekbe, mert hogy nem szabad teljesen tele lennie, de egy kis légrétegnek meg mindenképpen szükséges maradnia. Túl kevés sem jó, nehezebben alakul ki a vákum. Azt elárulom, hogy ezekbe a 212 ml-es üvegekbe kereken 200 g lekvár fér. Óvatosan, de alapos lezárás után megfordítom, így a benn maradt levegő is átmeregszik és sterilizálódik. Ha kész vagyok, újságpapírba csomagolom az üvegeket, és egy hungarocellel és takaróval kibérelt dobozba teszem, tehát dunsztolom. Így szépen lassan, akár napok alatt fog csak kihűlni, tökéletes lesz a vákum, és még tovább tart a hőközlés. Köszönöm, hogy végignéztétek a videómat, remélem nagyon tetszett és hasznosnak találtátok, és nektek is megjött a kedvetek egy kis lekvár készítéshez. Amennyiben igen, akkor mindenképpen osszátok meg még gyorsan ezt a videót előtte. Ha pedig még érdekelnek további videók, ami ökokertészetünkkel foglalkozik, akkor iratkozzatok fel csatornákra, és nézzétek meg már azt, ami fönt van. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!